Hello mindenkinek, engem Anikónak hívnak, és ez az én YouTube csatornám. Ma is egy nagyon érdekes és finom receptet fogunk veletek elkészíteni, méghozzá cukormentes muffint fogunk sütni. Remélem tetszik majd a recept. De kezdjünk is hozzá! A zabdáját átdaráljuk, használhatunk robotgépet vagy akár kávédarálót is. Amikor ledaráltuk az zabdájunkat, akkor egy tálba átöntjük, adunk hozzá tejet, sütőport, és ezt jól kikavarjuk. Ezt követően egy tálba két érett banánt felaprítunk, és majd egy villa segítségével pürésítjük. De erre is használhatok robotgépet. De ha a banán jó érett, akkor ez villával is könnyen fog menni. Ezután két tojást felverünk, de nem kell habosra, csak hogy könnyebb legyen majd masszában elkeverni. Ezután mindent hozzáadunk az zabdájunkhoz, a két tojást, a két banánt és a kakaót. Amikor kész a tésztánk, akkor szétöntjük muffin formájba. Megszorítjátok a tetejét csokoládéval, vagy akár gyümölcssel, én most kókuszdióra szeléket használok. Ezután 40-45 percig a sütőben 190 fokon sütjük. Cukormentes muffinjeink kész is vannak, és ahogy mondtam nektek, nagyon finom és nagyon egyszerű a recept. Remélem kipróbáljátok. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ne felejtsetek el kommentelni, és ha nem akartok lemaradni az újabb receptekről, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Na és persze nyomjátok meg a csengő gombot. Addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!